Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti TV híradója. A miniszterelnök szerint a következő 6 hét döntő lesz a járvány megállításában. Orbán Viktor reálisnak tartja, hogy május végéig megduplázzák a beoltottak számát, és akkor, megfogalmazása szerint, kint leszünk a vízből. Elmondta, már készül a jövő évi költségvetés, amelynek célja a gazdaság talpra állítása. Azt ígérte, hogy több munkahely lesz a járvány után, mint előtte. Orbán Viktor arról is beszélt, azért van szüksége a regisztrációra, mert az oltás önkéntes. Az adatbázis alapján tudnak mindenhová elegendő vakcinát küldeni. Szavai szerint ez a magyar közigazgatás második világháború utáni legnagyobb logisztikai feladata. Várhatóan a jövő héten kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei. Ezek reggel 5 óra és este 9:30 között fogadhatnak vendégeket, akiknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A nyitás feltétele az, hogy a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. A közterületeken továbbra is kötelező a maszkviselés és a távolságtartás. Egyelőre érvényes az este 10 órakor életbe lépő kijárási tilalom is. A kormány kampányt indított, óriás plakátokon ismert emberek buzdítanak az oltásra, az oltás életet menti elmondattal. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is közölte, hogy 3,5 millió ember beoltása után a kormány ütemtervet készít arra, milyen enyhítések várhatók, ha már 4, aztán 4,5, végül pedig 5 millióan kapják meg a vakcinát. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a járvány várható vége nagy mértékben függ attól, meddig tart a fertőzés a környező országokban, és alakul-e ki újabb mutáns. Elmondta azt is, a közterületi parkolás addig lesz ingyenes, amíg a járványhelyzet indokolja. Holnaptól újra nyitnak az óvodák, az általános iskolák alsó tagozatain pedig visszatérnek a rendes tantermi oktatásra. A felső tagozatos és a középiskolai tanulók viszont csak az érettségi szünet után, vagyis május 10-től járhatnak be az iskolákba. Korábban a pedagógusok, érdekvédelmi szervezeteik, valamint orvosok is elhamarkodottnak tartották a tantermi oktatás holnapi újrakezdését. Egy felmérés szerint a pedagógusok 87%-a nem akart visszatérni a hagyományos tanításhoz. 54% viszont úgy nyilatkozott, annak ellenére is visszamennének az iskolába, óvodába, hogy nem támogatják a nyitást. Mindezt azzal indokolták, hogy erős a hivatás tudatok, de féltik is az állásukat. Bécsben további 2 héttel meghosszabbították a koronavírus járvány megvégezés érdekében bevezetett teljes zárlatot. Mikálej Ludvík polgármester a fővárosi kórházak fenyegető túlterheltségével indokolta a szigorítást. Az osztrák fővárosban május 2-ig továbbra is zárva maradnak az üzletek és a közeli testi kontaktust igénylő szolgáltatók. Kivételt csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító élelmiszerüzletek, illatszerboltok és a gyógyszertárak jelentenek. Alsó-Ausztriában ugyancsak úgy döntöttek, hogy Bécshez hasonlóan meghosszabbítják a zárlatot. A másik keleti tartományban, Burgenlandban viszont vállalják a veszélyt, és holnaptól feloldják a szigorú korlátozásokat. A német kancellár szerint szigorúban és következetesebben kell törekedni a vírus harmadik fertőzés hullámának megállítására. Angela Merkel kifejtette, a kórházi dolgozók a legjobb egészségügyi technológiai feltételek mellett sem tudják legyőzni a vírust, ha nem kapnak segítséget az államtól, a politikától és minden egyes embertől. Ezért egyformán szigorú korlátozásokat vezetnek be mindenütt, ahol egy hét alatt 100 000 lakosból 100-nál többen fertőződnek meg. Az új szabályozás az eddiginél nagyobb terhekkel, még több lemondással jár, de sürgető szükség van rá, indokolta a döntést a kancellár.
Franciaországban a járvány ellenére sem halasztják el a júniusra tervezett helyhatósági választásokat. A kormány azután döntött így, hogy konzultált az önkormányzatok vezetőivel. A polgármesterek többsége a voksolás mellett foglalt állást. Korábban az ellenzék azzal vádolta a végrehajtó hatalmat, hogy ürügyet keres a számára nem igazán kedvezőnek ígérkező szavazás elhalasztására. A voksolás a tervek szerint június 13-án és 20-án lesz. Sokan az egy év múlva esedékes elnökválasztás főpróbájának tekintik ezt a szavazást Franciaországban. Izraelben mától nem kötelező a szájmaszk viselése szabad téren. Julie Edelstein egészségügyi miniszter a járványügyi szakemberek javaslatára döntött erről, miután jelentősen visszaesett az országban az új koronavírus fertőzések száma. Zárt térben viszont változatlanul kötelező a maszk mindenütt az országban. Izraelben világszinten is kiemelkedően magas az átoltottság. A lakosság több mint fele legalább egyszer már megkapta a Pfizer-BioNTech vakcinát. A betegségben tavaly február óta alig több mint 6300-an haltak meg Izraelben. Itthon az MSZP pártigazgatója megerősítette, hogy az ellenzéki előválasztás fontos kérdései egy kivételével már mind eldőltek. Egyelőre még tárgyalnak arról, miképpen alkalmazható az online tér úgy, hogy minél több választót vonassanak be, ugyanakkor megfeleljenek az adatkezelési és minden más jogszabálynak is. Molnár Zsolt elmondta, hogy az előválasztás augusztus 23-án kezdődik az aláírásgyűjtéssel, két hónap múlva október 23-án pedig bejelentetik a végeredményt. A héten véglegesített etikai kódexben a pártok azt vállalták, hogy közösen elfogadott elvek alapján kampányolnak, tiszteletben tartják az előválasztás eredményét, és utána segítik a győztes jelöltek további munkáját a kormányváltás érdekében. A kormány és a Szegedi Tudományegyetem értékrendjével sem egyeztethető össze az, ami az egyik professzor egy nyilvános előadásában elhangzott. Ezt közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az érintett Gulyás László a közelmúltban rasszista, szexista kijelentéseket tett. Gulyás Gergely közölte, a kormány elnézést kért az államfőtől, amiért nemrég kitüntetésre javasolták a professzort, amit az meg is kapott. Áder János ugyancsak elhatárolódott a sértő kijelentésektől, de hivatala azt közölte, nincs lehetőség a kitüntetés visszavonására. A NATO tagországai kivonják csapataikat Afganisztánból, és az Egyesült Államok sem hagyja katonáit az ázsiai országban. Az amerikai elnök azt közölte, hogy az országa elleni iszlám terrortámadás 20. évfordulójáig, vagyis szeptember 11-éig távoznak. Joe Biden felidézte, hogy 10 éve likvidálták Osama Bin Laden, az Al-Qaida terrorhálózat vezetőjét, és az amerikai katonák azóta is az ázsiai országban vannak. Ideje befejezni Amerika leghosszabb háborúját, fogalmazott az elnök, aki megerősítette, Washington nem veszi le a tekintetét a terrorfenyegetettségről sem Afganisztánban, sem a világ más tájain. Eközben újabb mélypontra süllyedtek az amerikai-orosz kapcsolatok. Joe Biden ugyan a hét közepén még csúcstalálkozót javasolt orosz kollégájának, de röviddel utána bejelentette, pénzügyi szankciókat léptet életbe Oroszország ellen, és kiutasítottak 10 orosz diplomatát is. Azt közölte, ezzel válaszol a Moszkva részéről érkezett kibertámadásokra és az amerikai elnökválasztásba történt orosz beavatkozásra. Korábban elmondta Vladimir Putyinnak, hogy Amerika elkötelezett Ukrajna területi integritása és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Moszkvában azt közölték, Washingtonnak meg kell fizetnie a kétoldalú kapcsolatok megromlásának az árát. Németországban minden korábbinál éresebb küzdelem várható a keresztény pártok kancellár jelöltségéért. A Keresztény Demokrata Unió elnöksége bejelentette, hogy Armin Laschet pártelnöket indítaná a szeptemberi szövetségi parlamenti választáson.
Csak hogy közben a Bajor Keresztény Szociális Unió is úgy döntött, benevezi a versenybe elnökét, Markus Söder Bajor kormányfőt. Külön problémát jelent, hogy utóbbi egyelőre sokkal népszerűbb, mint a legnagyobb koalíciós partner vezetője. Laschet erre csak annyit mondott, hogy a népszerűségi mutatók igen változékonyak. A Windsori kastély Szent György kápolnájában vettek végső búcsút a brit uralkodó egy hete elhunyt férjétől. Fülöp Edinburgh-i herceg búcsú szertartását a koronavírus járvány megvégezését célzó kormányrendeletek figyelembevételével tartották. A ceremónia nem volt nyilvános, csak a királynő és a családtagok lehettek jelen, de a televízió közvetítette. A szertartás Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága vezette. A herceg korábban maga kérte, hogy ne tartsanak nagyszabású állami temetést. Fülöp két hónappal századik születésnapja előtt halt meg. Egy hete tüzérségi egységek az Egyesült Királyság több városában, valamint Gibraltáron is 41 díszlövéssel adóztak emlékének. A francia államfő nagyra értékelte, hogy jól halad a párizsi Notre-Dame székesegyház helyreállítása. Emmanuel Macron a pusztító tűzvész második évfordulóján tett látogatást a helyszínen. Megerősítette, hogy a katedrális éppen 3 év múlva ismét templomé működhet. Jól lehet, a külső munkálatok addigra még nem fejeződnek be. A többi 850 éves gótikus székesegyház tetőszerkezete teljesen leégett, és leomlott a kúpolakú huszártorony. A helyreállításban 35 vállalkozás vett eddig részt. Macron újra köszönetet mondott mindazoknak, akik megmentették a katedrálist az összeomlástól. Itthon ezen a hétvégén is tart még a változékony időjárás. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Dél felől egy összefüggő csapadéksáv érkezik, amely lassan észak felé helyeződik. Élénk lesz a szél. A hőmérséklet napközben 8 és 15 fok között alakul, estére pedig plusz 1 és 6 fok közé hűl le a levegő. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hezitv.com és a braerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!